A húsvéti tojások, zenés mesejáték, Móra Ferenc meséjéből írta Tordon Ákos. Zenéjét szerezte Vári Ferenc. Az erdő közepében egy vén cserfa alatt kicsi házikó állott. Gírbe-gurba volt a teteje, kidőlt, bedőlt a fala, ablaka nem nagyobb a pillangó szárnyánál. A házikóban nyúlapó lakott nyúlanyóval, meg a két gyerekével. Derék jóra való erdei nyulak voltak nyúlapóék, és bár hosszú volt a fülük, meg kurta a farkuk, senkinek az erdőben panasza nem lehetett ellenük. Nyúlapó leginkább a kályha mellett pipázgatott, öreg, hosszú szárú pipájából, vagy hintaszékében az erdei újságot olvasgatta. Nyúlanyó az ízletesnél ízletesebb nyúl ételeket főzte, sütötte, és közben szemmel tartotta két kis apróságát, tapsit és tipitopit. Így éltek, éldegéltek békességben, szépen az erdei házikóban. De egyszer télvíz idején nagy ínségbe kerültek. Az emberek naptára és a nyulak kalendáriuma egyformán újesztendő napját jelezte. A nagy erdő téli álmát aludta. Nagy csend és nagy hó volt mindenütt. Bent a nyulak házában ezt kérdezte nyúlanyó nyúlapótól. No, édes apjukom, mit főzzek ma ebédre? Újesztendő napján ünnepi ebéd kerüljön az asztalra. Éppen ezért azt mondom, első fogásul répaleves. Répaleves? Az a jó! Aztán pirított répa, répa mártással. Mind a kettő csuda jó. A harmadik fogás répa főzelék, végül pedig kirántott répa legyen. Csupa finó csemege, nyúlcsemeti kedvence. Jól mondod, apjukom, és én még megtoldom azzal, hogy újesztendő ünnepén legyen répasütemény, újesztendő ünnepén, jó a répasütemény, újesztendő. Erre csak tipitopi, az éléskamrába, a takarmány répáért. Jaj, nyúlanyóka, egyetlen takarmány répám sincs már az éléskamrában. Bizony, akkor nincs más hátra. El kell mennem a piacra. Ha találsz a piacon édes káposztatorzsát, hozhatsz belőle a gyerekeknek. Édes káposztatorzsát hoz nyúlanyóka. Jaj, de jó lesz, de finom lesz. Káposztatorzsa édes, jó pésztító, mágos rétes. Mind a ketten ezt szeretjük, jó étvágyal meg is esszük. Elfogyasztjuk jó étvágyal, torkét lakunk a torzsával. Így énekeltek a nyúlgyerekek örömükben, és tapsoltak, hancúroztak, hányták a nyúlbukfenceket, majd szétvetették a kis házikót. Mire az almárium felett függő öreg kakukkóra elkakukkolta a 9 órát, vissza is jött nyúlanyóka a piacról. Nagy havazás miatt be se jöhettek a falvakból. Hapcsi!
Még csak gyönge fahéjat sem tudtam venni. Egy pár fiatal fának szóltam, ugyan visszajövet, de ők azt mondták, hogy ebben a kegyetlen hidegben nekik is kell a héjuk. Bizony baj ez, Nagy baj. Mi lesz most már az ebédünk? Nem tudom. Hó alatt a jó falat. Jaj, na bizony felkopik az állunk. Ne sírjatok, ne ríjatok, akad még egy kis szecska a kamrába. Főzök belőle szecska kását. Nem szeretjük a szecska kását. A répát szeretjük és a káposztatorzsát. Szecska kását új év napján kihallott már ilyet, hiszen ezen a napon még a mezei egér asztalán is különb ebédet tálalnak föl. Már pedig én szecskakásánál egyebet nem adhatok. Ha mást kívánsz az asztalra, törd a fejed rajta, apjukom, honnét vegyük elő. Töröm a kobakom. Majd csak kisütök valamit. Ennyi, de közben a pipahamut a padlóra szorod. Nincs elég dolgom. Hadd el asszony, hogyha mondom. Ez nem jó. Ez sem. Igen, megvan. Anyukom, öltöztest fel a gyerekeket, jó melegem. Hová megyünk, nyúlapó? Megtudjátok, idejében. Gyertek. Itt a déli bundácskátok. Várjatok, meleg kendőt is kötök a nyakatokra, hogy kölgést ne kapjatok. A reggeli kötben. Ennyi, tipi-topi. Ne izegj, mozog. Itt nem tudom a gyapjú kendőt megkötni. Sikám, kurta farkú kis vitézem, most is szoros a kendő. Most már jó. Tapsi fiam, tudod-e, hol áll az erdész úr háza? Hogy ne tudnám? Hegynek föl, völgynek le, partonát, tisztáson túl, a fenyves kellős közepében. Jól mondott, Tapsi, el ne vétsétek az utat. Az erdész úrhoz küldöd a gyerekeket? Bizony hozzá. Gyerekek, köszöntsetek rá illedelmesen, ahogy az a jól nevelt nyúl gyerekekhez illik. Mondjátok, hogy boldog új évet és jó egészséget kívántok neki, s hogy nyúlapó jó szívvel venné, ha valami kis főzelékfélével segítene rajtunk mostani nagy ínségünkben. Nos, ismételjétek el szépen, mit mondtok az erdész úrnak? Szép jó napot kívánunk az erdész úrnak! Jól van, tovább? Nyúlapó, jó szívvel venni! Megállj, Tapsi! Előbb boldog új évet és jó egészséget kell kívánni, csak aztán hozakodhattok elő a kéréssel. A boldog új évet és jó egészséget kívánunk az erdész úrnak és édesapám. Jó szívvel venni, ha valami kis főzelék fél éves segíteni rajtunk mostani nagy énségünkben. Jól van, jól elmondtad, Tapsi fia. Hé, megálljatok, hova szaladtok? A havas erdőn át az erdész úrhoz. Szedte, vette, teremtette, hát a búcsú, a köszönés ebugatták. Mit szól majd az erdész úr, ha tőle is ilyen illetlenül távoztok? Viszontlátásra, nyulapó, nyulanyom! Járjatok szerencsével! Édes gyerekeim, meg ne álljatok a jégen csúszkálni, ha meg azokkal a bolondos vizslakölykökkel találkoztok, kerüljétek el őket, hogy fogócskát ne játszanak veletek megint. Hacsi! A gyerekek kézen fogva mentek az erdőn át az erdészlak felé. Már az út nagyobbik fele a hátuk mögött volt, amikor Tapsi titokzatosan így szólt testvéréhez. Te, Tipi-Topi, akarod, hogy havazzék? Már hogy ne akarnám, amikor az olyan szép,
De te csak egy nyúlgyerek vagy, nem pedig varázsló. Igaz, hogy csak egy hosszú fülű kurta farkú nyúlgyerek vagyok, de azért még egy kis havazást tudok neked varázsolni. Ó, tapsikám, taníts meg engem is hóesést varázsolni. Gyere! Miért megyünk a bokorhoz? Mit csinálsz, tapsi? Varázsolok. Azaz, megtököm a havas bokrot. Halihó! Hullahó! Hullahó! Havazik! Havazzék hát tavaszig! Nagyszerű! Hullahó! Halihó! Most pedig én leszek a csodavarázsló! Varázsoljon mind a ketten! Halihó! Halihó! Jaj, de szépen hullahó! Jaj, de jó, de mesés! Ez a fehér hóesés! Halihó! Halihó! Rázd az ágat, hullahó! Jaj, de jó, de mesés! Ez a fehér hóesés! Rázd jobban a bokorát! Se baj! Halihó, halihó, varázsolni, jaj, de jó, de mesés, ez a fehér hóesés. Na látod, tipi-topi, így kell egy kis havazást varázsolni. Tapsikám, varázsoljunk még egy kis havazást. Így játszottak a kis nyulak, már a fülük hegye is csupa hó volt, hát még a bundácskájuk, amikor észbe kaptak, hogy nekik az erdészlakba kell mennie. Utcú neki, versenyszaladtak, meg sem álltak, míg oda nem értek. Az erdész urat a kert alatt találták a három kis fiával. Jancsi, a legkisebbik pillantotta meg a két kis nyulat. Édesapám! Ahonni! Két kis nyuszi áll a hóban. Hát, ti mit kerestek erre, kis tapsi fülesek? Szép jó napot kívánunk az erdész úrnak! Nektek is hasonló kép, kis nyulak. Boldog új esztendőt és jó egészséget! Jöttünk kívánni az erdész úrnak! Meg a kedves családjának! Köszönjük! Igen. Mi is boldog új évet kívánunk nektek! Látom az uzmarás bajszotokról, hogy ti felétek is nagy a tél. Bizony nem látszunk ki belőle. Hogy szolgál nyulapó egészsége? Jó múltkor megfázott az erdőben, köhögést kapott a nagy ködben, de most már egészséges. Hát a kedves nyulanyú? Náthás szegényke, folyton tüsszög és fűtéját iszik, azt mondja az jószer a nátha ellen. Tapsi fületek állásából látom, hogy valamiféle kívánság nyomja a szíveteket. Na, szóljatok bátran. Na. Hiszen éppen azért küldött bennünket nyúlapó. Nyúlapó szépen tisztelteti az erdész urat. És jó szívvel. Jó szívvel venni, ha valami kis főzelékfélével segítene rajtunk mostani nagy inségünkben. Fiaim, vezessétek a kis nyulacskákat a konyhába, és kérjétek meg édesanyátokat, adjon nekik valamit. Gyertek, kis nyulak! Erre! Adott is az erdészné négy nagy répát. A kis nyulak a nagy répákkal hazafelé mentek. Mikor az ismerős erdőbe értek, jó kedvük kerekedett, és dalolni kezdtek. Csemege a répa, csemege, azért nyúl a nyúl, hogy megegye. Meg is esszük még ma ebédre, hiszen azért mentünk, mi érte. Hiszen azért mentünk, mi érte, hogy megegyük még ma ebédre. Jól lakunk a finom répával, viszünk haza jó nagy kosárra. Nyúlapó, nyúlanyó türelmetlenül várták haza a kis nyulakat.
Nyúlapó az ablakból messzelátóval kémlelte az utat. Mit látsz, édes apjukom? Látod-e már őket? Még a fülükhegyét se. Nézd bele, anyjukom, hát, ha neked nagyobb szerencséd lesz. Belenézek a jobb szememmel. Belenézek a bal szememmel. Belenézek mind a kettővel egyszerre. Még a farkuk csücskét sem látom. Hol lehetnek a kis haszontalanok? Most jönnek. A hegy oldalról zánkázzok le. Egy-kettőre ide érnek. Répát hoznak-e? Teli a korsaró. Jaj, akkor gyorsan tüzet rakok. Anyukom, tüstént hozzáfoghatsz az ünnepi ebédfőzéséhez. Farkas éhes vagyok. Hol a kanál, fakanál? Hol a fazék, hol a tál? Itt a fazék, ott a tál, kezedben a fakanál. Szép jó napot, nyulanyó, nyulapó! Sok szép répát kaptunk! Jaj, de jó! Táncoljunk most, nyulanyó! Elég volt a táncból. Munkához kell látnunk. Topsi, tisztítsd a répát. Tibi-Tobi, szeleteljed. Nyúlapó, te meg reszeljed. Reszelem. Topsi, a Mártást keverjed. Nyusz. Tibi-Tobi, a répalepén kend meg jó répalekváron. Új esztendő ünnepén, jó a répa sütemén. Mit látok? Topsi torkoskodott, lekváros a baj. Aki torkoskodik, nem kap ebédet. Aznap nyúlapóék nagyon jól ebédeltek, még a torkoskodó Tapsi is olyan hatalmas dupla adagot kapott, hogy két felé állt tőle a füle. De mert nyúlanyó ügyes és takarékos teremtés volt, a maradék répával szépen kitelelte. És a nyulak egyszerre csak azon vették észre magukat, hogy a hó elkotródott a házuk tájékáról, és hogy régi ismerősei, a vándormadarak megint ott csicseregnek a fák között. A nyulaknak most már nem kellett többé az erdészhez fordulniuk, ha megéheztek, mert az erdő tele volt bársonyos fűvel és illatos erével. Nyúlapó egy este így szólt nyúlanyóhoz. Mak-mak, anyukom, közeledik a húsvét. Itt az ideje, hogy tojásokat fessünk. Mak-mak, az ám. El kell küldenünk Tapsit és Tipi-Topit tyúkanyóhoz. Meg az erdei Manó festékes boltjába. Tapsi! Tipi-Topi! Igen, gyerekeim, nem sokára felvirrad fényes húsvét napja. Elmentek tyúkanyóhoz. Taligával mentek, térültök, fordultok, s annyi tojást hoztok. Jól mondtátok. Most majd megháláljuk, mak-mak, az erdész úr hozzánk való jóságát is, mak-mak. Olyan szép tojásokat festünk a gyerekeinek, hogy... Hé, fiaim, hova mentek azzal a taligával? Igen, ám, de visszafele járjatok egy varga betűt, és kopogtassatok be az erdei Manó festékes boltjába egy kis festékért. Tulipán pirosért, lilium kékért, levélzöldért, meg kikirit sárgáért. De illendően köszöntsétek ám ők elmét, különben nem állt festéket nektek. Vigyázzatok magatokra, kis nyulaim! Kerüljétek el messzire a rókakölyköket, mak-mak! Kerüljetek el minden veszedelmet, hogy bántódásotok ne essék, mak-mak-mak-mak!
Vígan taliskáztak a kis nyulak hegynek föl, völgynek le a téli álmából ébredő erdőn. Kikerültek minden veszedelmet, hamarosan megérkeztek Tyúkanyóhoz. Már vártalak benneteket, kedves kis nyulacskány. Bizonyára megéheztetek a hosszú útok. Megkínállak benneteket finom, kövér földi gilisztával. Ó, kedves Tyúkanyó, mi nem élünk földi gilisztával. Inkább édes káposztatorzsával. Restellem, restellem, de éppen kifogyott a káposztatorzsám. De tojásom annál több van. Ó, és milyen szépen. Meghiszem azt. A délelőtt toj tojásaim belseje tiszta cukor. A délután toj tojások csokoládéból való. Elviszitek mindet? Elviszük valamennyit. Sok a gyerek szerte a világban, és mindegyik várja a maga húsvéti tojását. Hát csak rakjátok akkor szaporán a taligába, de vigyázva taligázzatok aztán, hogy össze ne törjön. Vigyázzunk, Tyúkanyó! És köszönjük a tojásokat! Aztán szépen fessétek meg a húsvéti tojásokat, és jövőre is elgyertek, nyulacskák! A kis nyulacskák vigyázva talicskázták a tojásokat. Egyetlen egynek sem esett baja. Hanem Tapsi megvakarta a fületövét, mert azon kapta magát Tipi-Topival, hogy semerre sem találja az erdei Manó festékes boltját. Tipi-Topi is csak hümmögött, pedig Nyúlapó egy nagy sétán megmutatta nekik az erdei festékes boltot. Tanakodtak, gondolkodtak, és már majdnem sírva fakadtak, amikor egy icipici Manócska szólította meg őket. Miért búsultok, nyulacskák? Szép jó napot, nagy szakálú kis Manó. Búsulunk, hát búsulunk, mert semerre sem találjuk az erdei Manó festékes boltját. De talán útba igazíthatsz bennünket? Aztán miért akarjátok tudni, hogy hol van az erdei festékes bolt? A levelek, a fű, a virágok vásárolják ott színeiket. Ti nem vagytok virágok vagy levelek, hosszú fülű, erdei nyulacskák vagytok. Mire kellene nektek a festék? Nagy szakálú kis Manó, hát nem látod ezt a sok festetlen tojást a talicskánkba? Tojásfestéshez kell nekünk a festék. Ez már más beszéd. Így kellett volna kezdenetek. És ha jobban megnéztétek volna a szakállamat. Oda nézd, Tipi-Topi! A kis Manócska nagy szakálla csupott alka festék volt. Nagy szakállú kis Manó, tán bizony. Bizony, én vagyok az erdei Manó. Enyém a festékes volt. Az én festékeim festik meg az erdőt, a rétet, a kertet. Az én színeim pompáznak szerte a világban. Íme a festékes boltom. Mennyi festék? Milyen pompás színe? Varázsló vagy te, erdei Manó! Vigyázzatok! Kis nyulak, hogy festékes ne legyen a bundátok. Jaj, vigyázzunk a bundácskánkra. Nyulapó, nyulanyó, tiszteltetnek, s arra kérnek, hagyj egy kis tulipán piros festéket. Lilium kéket és levélzöldet. Meg kikirű csárgát. Mi a man?
marad akkor a piros tulipánnak, a kis kikericsnek és a kék szirmú liliomnak, no meg a levélnek, a zöld leveleknek? Nem lehet, nem lehet, csak... csak ha nagyon szépen kértek engem. Csak akkor, de csak akkor kaphattok festéket. Nagy szakálú kis Manó, erdei Manó, nagyon szépen kérünk téged, adj nekünk egy kis festéket, meghálálja nyulakó, vele együtt nyulanyó. Úgy valóban szépen kértetek. Tehát itt a tulipán piros, marad még a tulipánnak is. Itt a kikirics sárga, a levél zöld, a lilium kék. Köszönjük, köszönjük, árdeim! Szívesen, kis nyulak, de aztán szép tojásokat fessetek. Amikor a kis nyulak hazaértek, a nyúl család tüstént belefogott a tojásfestésbe. Tipi-Topi és Tapsi keverték a festéket, és vidáman énekeltek. Festéket keverünk, festéket kavarunk, keverünk, kavarunk, szál közben gondolunk. Festéket keverünk, közben jót nevetünk, nevetünk, kacagunk, szál közben gondolunk. Jaj, de mókás, Tapsi! A jobb füled bal csücske! Tulipán piros! A te füled! Lilium kék! Olyan szép, hogy most tipi-tupi! Jaj, Tapsikám! Belecsüccsentél ezt a levélzöld festékbe! Levélzöld lett a nadrágod! Te meg belekönyököltél a kikiricságába! Ó, ha látnád magad a tükörben, milyen szép tarka lettél. Hát mit te? Jaj, jó gondolatom támad, Tapsi. Úgyis olyan tarkák vagyunk. Fessünk be egymást. Nagyon jó, jaj, nagyon jó. Festeni fogunk. Először én festelek be téged. Nem, nem, én találtam ki ezt a nagyszerű új mulatságot, tehát én festelek be téged először. Nem, Tibi-Tobi, először én festelek be. Lári-fári, nesze egy kék pötty az orrodra. Nesze három lila csík a kabátodra. Egy kis tulipán piros a fejed búvjára. Majd adok én neked. Fogd meg, ha tudsz. Itt vagyok, itt vagyok, hopp. Jaj, beleestem egy vödörbe! Jaj, ugye, megijedtél? Jaj, csupa sárga festék lettél, fejed búvjától! Mag, milyen felfordulás ez, gyerekek? Hát így kell festéket keverni? Nézze meg a nyula, hol a pipaszárom? Nyulapóka, jók lesz! Haszontalanok! Szabad a festéket pazarolni, pocsikolni. Szabad ez? Megállj csak. Mi itt is voltunk rosszak. Nyúlanyó megfüröztötte haszontalan csemetéit, bármennyire is kapálóztak e művelet ellen. És addig súrolta, sikálta, füröztötte őket, amíg újra tiszták lettek. De ezzel alaposan elfecsérelték az időt, a sok húsvéti tojás festetlen ott fehér lett a tojásfestő műveiben. Bizony, most már sietni jött kellett a festéssel. Festettek is lázasan nyúlapóék, és az öreg holt kíváncsian benézett az ablakon, hogy lássa, mennyire jutottak munkájukban. De komor lett a holt képe, mert bizony több volt a festetlen tojás a megfestetnél, s a húsvét már a küszöbön állt. Megcsóvált a fejét a holt, mert látta, nyúlapóék másként nem boldogulnak, hét határból odaküldte a nyulakat segítségnek a tojásfestő műhelybe. Így aztán egy-kettőre elkészültek a tojásfestéssel, és utána
örömükben vidám táncot jártak. Ezután éppen húsvét éjjele volt, a nyúltársaság tojásokkal megrakodva a legnagyobb csendben odalopakodott az erdészék kertjébe, mert legelőször hozzájuk mentek. Aranyabroncsos húsvéti tojásra vigyázz meg. Jó, jó. Gyerekek, kis nyulak, rakjatok ügyesen fészkeket a bokrok alatt a fűben. Szapsi, rak ilyen szép fészket, ha tudsz. Addig, míg te egyet, én hármat raktam. Siessünk, siessünk, egy-kettőre itt a hajnal, és nekünk a többi ember gyerekekhez is el kell vinnünk a tojásokat. Na most osszuk el szépen a tojásokat. Ide a pirosokat. Pirosokat. Oda a kékeket. Amit a sásokat. Emi, de a kékpársú tojás. Siessünk, siessünk. Minden bokor alá fészket raktam. Mindenbe tojást tettünk. Mindent betakartunk harmatos fűszállal. Akkor mehetünk. Nyula póka, nyula nyóka, az lenne ám csak a móka. Ha a legsűrűbb bokorból megleshetnénk a gyerekeket, hogy lássuk nagy örömüket. Hova gondolsz, Tipi-Topi? Akkor a többi gyerek húsvéti tojás nélkül maradna. Gyerünk, 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 gyerünk. Másnap az erdész úr már korán reggel lent járt a kertben. Később lehívta a gyerekeket is. A gyerekek szétfutottak a kertben, aztán itt is, ott is hallatszott az örömkiáltásuk, amint egy-egy húsvéti tojással megrakott fészekre bukkantak. Az a kékbársonyos, aranyabroncsos tojás, melyet nyúlapó vitt, tele volt cukorral. Én is megkóstoltam, mert éppen akkoriban vendégségben voltam az erdészéknél, és egész komolyan mondom, hogy alig ettem még ennél édesebb cukrot. Kedves hallgatóink, a húsvéti tojások címmel zenés mesejátékot hallottak. Móra Ferenc meséjéből írta Tordon Ákos. Zenéjét szerezte Vári Ferenc. Közreműködött a Magyar Rádió szimfonikus zenekarából alakult kamaraegyüttes, vezényelt a szerző. A szereposztás a következő volt. Mesélő Kömives Sándor, nyúlapó Csákányi László, nyúlanyó Gábor Jánik Lára, tapsi Havas Gertrúd, Tipi-Topi Békés Itala, erdész Jó László, Jancsi az erdész fia Török Ádám, Tyúkanyó Pogány Margit, Erdei Manó Tassi András. Zenei rendező Fodor Zsigmond volt. Rendezte Török Tamás.